Hívjam fel őt, aki újságot ír, fest, mondjuk így, hogy polihisztor, ellentétben velem, aki azt mondja magáról, hogy prolihisztor, ami legalább olyan jó. És óvatosan is behívom a Huszák Zsókát is, mert ez a találkozás lehet, hogy kölcsönösen fontos lesz. Hát gyertek ide a két oldalamra, én átadom ezt a mikrofont, és akár hozok be még egyet, de legjobb, hogyha belövöm a szádhoz, így, gyere ide közelebb, jó? Köszönöm, tisztelettel. Ez a tiéd most, és én addig félre van. A kedves művésznő fölkérésére készítettem ezt a portrét, hát a magyar kultúra nagyasszonya tiszteletére, akit ezúton is innet, hadd köszöntsek sok szeretettel, kívánok neki minél hamarabbi gyógyulást, és hát, ha majd annak idején ő nem lesz, az előbb szó volt, hogy 120 évig élünk, akkor is ez a portré őt méltóképpen fogja majd képviselni. Ennyit köszönöm tiszteletben. Meghallgattam. Kesztyűs Ferenc és... Csak annyit mondok, hogy az egyetértek a kedves művész úr, azért már nem akarom szaporítani a szót, de én és hát nyilván előbb tudom, hogy az idő az így van pénz. Köszönjük szépen! Kedves Ferenc! Van nekem egy emlékem, mindig. Erdélybe mentünk egy barátommal, aki mellesleg színész, tehát ismert ember, engem is fölvállalt. Éppen Nagyváradon voltunk, amikor ugyanilyen görög díny